Közeledik a Halloween, az eredetileg ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak. Október 31-e halotti kultusz napja, a boszorkányok, szellemek és kísértetek éjszakája egyre nagyobb népszerűségnek örvend térségünkben, azon belül Üllőn is. Október 29-én a Zsája Bisztró és az Üllői Diáksport Egyesület rendezvénye közösségi tökfaragással egybekötött akadályversenyre várja a gyermekeket és szüleiket. A cél a tavalyi első ilyen jellegű program után idén már a hagyományápolás és a sport, valamint a mozgás megszerettetése. A szervezők mókás, játékos versenyre várják az óvodáskorú gyerekeket, a szülőket, de még a közel 100 éveseket is. Minden egyes gyereket, felnőttet, akinek késztetése van arra, hogy részt vegyen ebben az amerikai, bár mostanában már magyarosított hagyományban. Ezeket a tököket minél viccesebben, minél látványosabban megforagjuk, megvilágítjuk, és nyilván a legjobb tököket pedig díjazni is fogjuk. Sőt, igazából az a tervünk, hogy minden gyermeknek fogunk egy meglepetés ajándékot adni. A felnőtteket meleg teával várjuk, mert nyilván itt már a csípős hidegesték azért egyre nagyobb számban előfordulnak, és hát tavaly is emlékszem, elég hűvös volt. Ennek ellenére, mivel nagyon sokan érkeztek, most is legalább erre, vagy inkább nagyobb lépszámra számítunk. A tavalyi tapasztalatokból kiindulva hova fejlődhet ez? Nagy reményeink szerint ezt minden évben meg fogjuk rendezni. A tökforogás az természetes, illetve maga a sportrendezvény. A következő gondolat fogalmazódott bennünk, évente 3-4 futóversenyt is rendezünk. De nyilván mi gyerekeknek szól ez a rendezvény. Szerettük volna, hogyha egy viccesebb, nem feltétlenül a futásra épülő megmérettetés lenne ez, hanem inkább egy ilyen mókásabb, játékosabb, amivel könnyebben be tudjuk vonzani a gyerekeket, illetve hát a szülőket is. Rengeteg segítséget kapunk a szülőktől, támogatóktól, pártolóktól, és nem csak tökforogás lesz ezen az estén, hanem lesz egy kézműves, fejlesztő, gyakorló játék is. Tatár Viktória segít nekünk a különböző Halloween-es nyakláncokat, fülbevalókat, mindenféle apró tárgyakat készíteni. Esetleg azoknak a gyerekeknek, akik nem annyira ügyesek ezekkel a nagy tökökkel, hiszen itt késsel, és hát elég nehéz bánni ezzel a dologgal. És hát nyilván lesznek olyan gyerekek is, akik nem szeretnének majd a sárba kúszni, mászni. Szeretnénk a család minden tagját, a kicsiket és a nagyokat is egyformán lekötni ezen a napon. A vélhetően idén is népszerű rendezvényen a mozgás kerül fókuszba, de nem a versenyeztetés lesz az elsődleges. Aki jelentkezik, megmérettetheti magát, csúszhat, mászhat, guggolhat, úgy járhat, mint a pók, majd egy forró teát is megihat, valamint a jutalmát is átveheti. Az óvodás korosztályon keresztül szintén visszajukadok a 99 éves korosztályig, tehát mindenki eljöhet megmérettetni magát. Az óvodásoknál azért azt hozzáteszem, hogy a szülők mennek végig a gyerekekkel a pályákon. Különböző olyan akadályokat fogunk mi ott itt kialakítani, amik más esetleg nagyobb profibb versenyeken előfordultak, csak hát azért egy picit mi ezeket legyengítjük, lebutítjuk, hogy úgy mondjam, és ezeket az akadályokat kell leküzdeniük a gyerekeknek, illetve a szülőknek azzal, hogy végig kísérik. Tehát itt a kúszás, mászás, a csúszás, a guggolás, a pókjárása, hát igazából nem akarom ellőni a patronokat, de minden elő fog fordulni, úgyhogy úgy kell fölkészüljenek a gyerekek, illetve a szülők, hogy lehetőleg ne a fehér öltönyükbe jöjjenek, mert itt azért itt minden előfordulhat. És ha már felkészülés beszéltél, lehet erre otthon készülni? Hát erre nem. Bármire lehet, de erre nem nagyon. Nem baj az, hogyha atlétikus a szülő, illetve a gyerek, de egy fotelból fölkelve is ezt meg lehet oldani. Annyi, hogy másnap esetleg egy picivel nagyobb izomláza lesz mindenkinek a megszokottnál. Ugye említetted, hogy óvodástól 99 éves korig bárki jelentkezhet. Ez azt jelenti, hogy külön kategóriákba osztjátok majd a részvevőket. Ez így van.
tehát különböző etapokra fogjuk beosztani őket, hogy hogy fognak indulni. Ez itt a verseny megkezdésével szépen be lesz osztva, illetve az interneten ezt folyamatosan hirdetjük, tehát külön kategóriák lesznek. Pályán rengeteg segítő, felügyelő lesz, aki segíti az ő dolgukat, elmondják az akadályoknál, hogy mi a feladat, illetve ellenőrzik őket, hogy ezt be is tartsák, ezeket a szabályokat. Ha esetleg van olyan akadály, ami nem sikerült, akkor lesz némi nemi büntetés, úgyhogy ennyi. Nem igazán a versenyeztetés a lényeg, hanem a mozgásosság, tehát a mozgás, a sport megszerettetése. Ebben a versenyben, idézőjelben mondom, nem az idő lesz a lényeg. Itt az a lényeg, hogy az akadályoknak a helyes leküzdése a cél, tehát hogy mindenki úgy meg tudja oldani az akadályt, tehát leküzdeni, ahogy ez elő van írva. Tehát nem az a lényeg, hogy átszaladjon alatta, meg elbújjon, meg tehát hogy leggyorsabbként beérjen, hanem az a lényeg, hogy valóban megcsinálja az akadályt. Ne kerülje ki, hanem igenis meg tudja csinálni az akadályt. Ez a fő kihívás ennek a versenynek.